Az érdi emberek számára kiemelten fontos a környezet, illetve állatvédelem. Ma április 22-én a Föld napja van, és ehhez az alkalomhoz kapcsolódóan az érden élők három darab fát kaphatnak, amennyiben jelentkeztek ugye erre a lehetőségre. Annál jobbat senki nem tehet magának, mint hogy fákat ültet a saját kertjébe. A gyümölcsfa az különösen értékes, hiszen ennél frissebb, ennél környezetbarátabb élelmiszerhez nem lehet jutni, mint amit a saját kertjébe szed bármelyikünk. Ennek az akciónak valóban egyrészt a földnapja az apropója, másrészt pedig az, hogy a érdi elvil a Majorban nemesített és ott tökéletesített fajtákat ebben a formában is egy kicsit népszerűsítsük a környékbeliek körében. A Major munkásság az pont erről is szól, hogy a génbanki tevékenység meg a törzsültetvényekben számos kísérleti fajta létezik, számos olyan fajtával dolgoznak, amik a klímaváltozás, a klímaválság időszakában a megváltozott körülményekhez is fognak tudni alkalmazkodni. Úgyhogy egyrészt a tudatosság, másrészt pedig azért, ahogy itt a gyülekezők arcán látom, azért mindenki szereti a friss gyümölcsöt, úgyhogy ebben igyekszünk segíteni. Mennyire tapasztalható az, hogy valóban az érdi lakosok odafigyelnek a környezetre, és próbálnak azért tenni, hogy harmonikusabban tudjanak élni? Szerintem egyre inkább, egyre több olyan visszajelzés van, amikor nem is szervezett formában, hanem egész egyszerűen érden élő lakosok jelzik, hogyha bármi olyasmit tapasztalnak, ami nem egyeztethető össze az ő elképzeléseikkel, akár közterülettel, akár a szomszéd kertjével kapcsolatos, tehát az illegális hulladékban nagyon jó az együttműködés a lakosság és a város vezetés között, de ugyanilyen a kertjegetést első között tiltottuk be Magyarországon Érdön kormányzata. Ebben is számos alkalommal tudtunk együttműködni a lakossággal, és hát például pont az ilyen ültetési akciók azok, amikor látszik, mennyire kertváros szeretnének lenni az itt élők, hiszen egy szerény 250-es kontingens rendeltünk meg első körben, de rengetegen jelentkeztek, tehát több mint 400-an regisztráltak fáért, úgyhogy bőven-bőven túl kellett rendeljük, és számos helyről kellett még oltványokat hozzunk, hogy tényleg mindenkit ki tudjunk szolgálni még majd délután is. Vannak-e tervek egyébként a jövőben, hogy esetleg milyen akciókkal lehetne még ugyanezt a vonalat erősíteni? Nem is csak tervek vannak, hanem konkrétan elkészült a város klímastratégiája, és ennek a klímastratégiának van egy oktatási érzékenyítő része, amit a napokban, közelgő hetekben fogunk elkezdeni. Hát itt is természetesen igyekszünk a járványat a lehetőségekhez igazodni. Ez számos rendezvény, egy médiakampány, számos óvodával, bölcsödével szeretnénk majd együttműködni. Nekem határozott meggyőződésem, hogy a gyerekekkel van a legtöbb tennivalónk, hogy a következő generációk azok már nagyon-nagyon másként álljanak a környezetükhöz, akár városi, akár pedig városon kívüli, mint mondjuk a korábbiak tették. Itt vagyunk Érd főterén, akkor a reggeli órákban is faosztás lesz, nyilván a Föld napjához kapcsolódóan történik meg ez az akció, ez a segítség. Hogyan is miként tudott erről? Én a Facebookról értesültem, végül is a polgármester úr egy felhívást tett közzé, hogy a Föld napja alkalmából egy ilyen faosztással is megpróbálják mondjuk a Föld továbbélését egy kicsit támogatni, és hát ennek keretében mi is, meg itt a mögöttem lévő lakosok is ugyanerre várva, mi szeretnénk egy-két fával egy picit ehhez is hozzájárulni. Mi a saját kertünkbe szeretnénk egy szép megyfával ünnepelni ezt a napot. Egyébként tudják azt, hogy esetlegesen hány fát fognak kapni, vagy milyen fát? Én úgy tudom, hogy négyféléből lehet választani, hármat lehet elvinni, almát, barackot, szilvát és medgyet lehet választani, mint fatipust, és hát mindenki kedve szerint hármat választhat ebből, ameddig gondolom tart itt a teherautónak mennyiségből. A Föld napja egy nagyon fontos esemény, és nyilván arra is felhívja a figyelmet, hogy az állatokra, illetve a növényekre sokkal jobban kellene vigyáznunk. Ön mit gondol arról, hogy merre felé tart a világ, a társadalom? Mennyire vagyunk erre nyitottak, és mennyire válik esetleg trendivé az, hogy valóban figyeljünk a természetre? Ez csak reménykedni lehet, én úgy érzem, mert hogy azért a folyamatok nem éppen ezt támogatják, ha körülnéz itt a mindenki. Talán egy picit most nagyobb figyelem
fordítódik erre. Talán az önkormányzat is, komolyabb figyelmet fordít erre, talán a szemét összeszedés, a szelektív hulladékgyűjtés. Az, hogy nem lehet tüzet gyújtani a saját kertekbe, ez egy kicsit ápolja azt a környezetet, amit magunknak, meg talán a gyerekeinknek, meg unokáinknak próbálunk megtartani. Kisgyermekkel mennyire tartja azt fontosnak, hogy a környezetvédelemre felhívjuk a figyelmet, illetve hát természetesen, hogy óvjuk a környezetünket, vigyázzunk az állatokra és növényekre? Nagyon fontosnak tartom. Van még két testvére, és nekik is tanítjuk, és nekik ültetjük igazándiból a fákat, hogy majd ők friss gyümölcsöt hozzájussanak, megtanulják ők is szeretni a természetet, óvjuk szelektíven, gyűjtjük a szemetet, figyelünk a természetre. A hétköznapokban még mi az, ami társul a természetvédelemhez, vagy akár gondolok itt kirándulásra, vagy olyan programokra, ami ehhez kapcsolódik? Mi gyerekekkel nagyon sokat kirándulunk, erdőkbe sétálunk, nézzük a fákat, madarakat óvjuk, a vízre figyelünk, tanítjuk nekik, hogy nem pazaroljuk a vizet, kertészkedünk, zöldségeket is ültetünk, virágokat, hogy a méheket megóvjuk, próbálunk figyelni természeti kincseinkre. Április 22-én a Föld napját ünnepeljük. Neked személy szerint mit jelent ez a nap? Hát igazából az, hogy védjük a környezetünket, és például ezért nagyon tetszik ez a gesztus, hogy most ugye fákat ajándékoznak nekünk, mert ugye ezzel is tudjuk védeni, mert nagyon jó, hát hiszen a fa termeli az oxigént, meg tisztítja a levegőt. Érd egyik erőssége abban rejlik, hogy közel vagyunk a természethez. Egy pár perc autózással már is eljuthatunk egy-egy kedvelt kiránduló helyre. Ti mennyire használjátok ki ezt a lehetőséget? Hát mi azért olyan hetente egyszer megpróbálunk a Dunapartra elmenni, mert ugye ez elég közel van. Ugye ott van egy jó kis turista sétáló út, meg hát ugye ott a Duna is, a gyerekek nagyon szeretik, tele van fával, jó kis erdős rész, úgyhogy ezért igyekszünk. Mindenki örülhet annak, hogy gyümölcsfákat kaphat itt az érdi önkormányzat segítségével. A kertben nálatok egyébként is vannak gyümölcsfák, vagy zöldségek, esetleg magas ágyás? Hát kettő gyümölcsfánk van, egy cseresznye, meg egy barackfa. Úgyhogy sajnos más nincs, zöldségek nem lehetnek, mert a kutya lerágná. Úgyhogy egyelőre ez a kettő van, ezért is jó, hogy most kapunk, mert szeretnénk bővíteni, meg a gyerekek imádják a gyümölcsöt.